Williams Televízió. Gyálon a katolikus templomban tartott délelőtti Szent Mise után a kedvezőtlen időjárás miatt a Szent István park helyett az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartották a városi ünnepséget, ahol Pápai Mihály polgármester mondott ünnepi beszédet, melynek végén követendő mozgalmat is hirdetett. A Szent István térre, a megújult Szent István térre képzeltük el a mai ünnepségünket, de az utolsó pillanatra készült el, és ez a nagy mennyiségű csapadék olyan lazává tette a földet vagy a füvet, hogy ott elsüllyedtünk volna. Úgyhogy én örülök, hogy a mise után is jó páran ide átlátogattak, illetve voltak, akik csak erre az ünnepségre ide hozzánk jöttek. Remélem, hogy az ünnepséget ez a kicsi kis változás nem fogja megzavarni. Nagy tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, résztvevőinket, egyházi méltóságokat, és mindenkit, aki velünk ünnepel. Tisztelt emlékező közösség, ma Szent Istvánra emlékezünk, az államalapítóra. Arra a királyra, aki kiváló érzékkel értette meg a kor szellemének kihívását. Nem kis cselekedetet hajtott végre, mint hogy látta, Kárpát-medencében 5000 éve laktak a história által is feljegyzett népek. Illérek, trákok, kelták, rómaiak, hunok, különböző germán törzsek, avarok, akik vagy beleolvadtak a többi nép közé, vagy nyomtalanul eltűntek. Az Árpád fejedelem által megszerzett honban csak a magyarság tudott megmaradni, 1000 éves államot alapítani, amely az életére törő nagybirodalmakat is túlélte. Mindez azért volt lehetséges, mert Szent István királyunk a hazát Jézus Krisztus tanításának sziklájára emelte, amelynek jelképe volt a pápától küldött korona. Az államalapítás Szent István király elvitatatlan érdeme, amely által történelmünk legnagyobb személyisége és a magyar szentek legnagyobbika lett. Bár az államalapítás érdemét Szent István királyunkhoz szoktuk kötni, egy pillanatra sem szabad elfelejteni apjának, Géza fejedelemnek az intézkedéseit, melyek nélkül a folyamat soha nem indulhatott volna el. István első törvénye egyházi tulajdon sérthetetlenségét, földesúri jogok kötelező elfogadását, az új birtok és közigazgatási rendszer felállítását, illetve az erőszakos cselekedetek megakadályozását, büntetését rögzítette. A második törvénykönyv részletesebben is leírta az egyházi szabályokat. A 10 falunkénti templom építését, a tizedszedését, a kötelező misékre járást, és újra megerősítette a tulajdon szentségét, az erőszakos cselekedetek megbüntetését. Ezen államforma kialakítása egy hosszú folyamat volt, amit az is bizonyít, hogy 1092-ben, vagyis 100 évvel Géza és Szent István döntése után még mindig törvényt kellett hozni arról, akik pogány szokás szerint kutak mentén áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékot visznek, bűnökért egy ökörrel fizessenek. István 1083. augusztus 20-án avatta szenté az egyház, ami áldozatos életút megjutalmazásának is felfogható. Bár saját korában viszály, ellenségedéskedés, gyakran gyűlölet övezte, amiért kitartott az apja által megkezdett folyamat véghezvitelére mellett. Valójában a későbbi korok megértették tetteinek jelentőségét. A fejlődés és a múlt értékének alkotása, megbecsülésének tisztelete azon múlik, milyen példával állunk elő. Fizikai építkezés könnyen megy, de vajon belegondolt-e már valaki, hogyan lehetne az ide tartozás erejét megmutatni? Kedves gyáliak! Szeretnék itt és most meghirdetni egy mozgalmat. Legyen minden épületen ország, illetve gyálzászló. Az országzászló azért, mert Magyarország a mi hazánk, gyálzászló azért, mert gyál az otthonunk. Az ide tartozás csírája talán lehetne ez. Tudom, előítéletesek vagyunk, de ha mégis tömegében jelennének ezen zászlók házaink falán, tettünk a mag elvetéséért valamit. István királynak sem sikerült reformját saját életében befejezni, de a magból csíra lett, a csírából fa, ami azóta is él. Köszönöm megtisztelő figyelmüket,
Isten áldja a magyarokat, Isten éltesse a gyáliakat. Az ünnepség kulturális programjában a gyálvárosi fúvószenekar, Török Márta, Molnár Katalin és Pék László énekes, valamint Galkó Balázs színművész működött közre. Ezt követően a történelmi egyházak helyi képviselői, Káposztási Béla és Gyimóti Zsolt lelkészek kenyeret és zsemlét áldottak meg, majd Pápai Mihály polgármester és Erős József alpolgármester megszegte, és az ünneplők között szét is osztotta azokat. Délidőben mazsoret felvonulást tartottak, majd a dobókertben család és gyermekprogramok szórakoztatták a gyáliakat. Este az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartották a díszpolgári címet adományozó és polgármesteri elismeréseket átadó ünnepséget. A polgármester ünnepi köszöntében elmondta, hogy sokak munkája van abban, hogy 20 éve város lett gyál. A város 20 éves születésnapja alkalmából számos helyi személyiség, önkormányzati képviselő gyermekek oktatásával, nevelésével, valamint az egészségüggyel foglalkozó szakember mellett televíziónk tulajdonosa is polgármesteri elismerésben részesült. A díszpolgári címet Páncél Károly egykori alpolgármester, országgyűlési képviselő, a jelenlévők nagy tapsa közepette vehette át. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Régóta vagyunk kapcsolatban a Williams TV-vel, aki hírt ad a város eseményeiről, vagy az én képviselői munkásságomról. Valóban köszönetet mondtam tulajdonképpen egy közéleti generációnak. Egyrészt 90-től a rendszerváltozástól nagyon sok képviselővel dolgozhattam itt együtt a városi önkormányzatban. Mindig volt egy stabil Fidesz frakció, mindig volt egy stabil polgármester hosszú-hosszú időn keresztül, hiszen Gyimesi István 20 évig volt polgármester, és 2010-től most már második ciklusának a vége felé közeledve Pápai Mihály polgármester úr. Tehát itt volt egy generáció a rendszerváltás után, akik akkor a 30-as éveik közelében jártak, ma meg már őszülő halántékkal rendelkeznek, akik nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez a település ez fejlődjön és fölemelkedjen. Valljuk meg őszintén, Gyál egy rossz hírű település volt a rendszerváltás megelőzően. Budapest közelsége vonzotta ugye az ide költözőket,
és sikerült ebből egy közösséget formálni ebből a településből. Egy élhető, lakható, kedves kertvárost, ahol tulajdonképpen minden szolgáltatás elérhető, és tulajdonképpen a gratulációmat is kifejeztem azoknak, akik ma dolgozhatnak az önkormányzatban, hogy ma már a minőségre tudnak törekedni a környezet szépítésére, parkok tereképítésére. Ma már olyan luxus dolgokat építünk, mint tanuszoda és a Várvavárt sportcsarnok. Tehát mindenféleképpen elismerés egy generációnak, meg a jelenlegi városvezetésnek is. És ugyanakkor az irigységét is kifejezte a jelenlegi városvezetésnek és a képviselőtestületnek, hogy most már törődhetnek a minőséggel, törődhetnek az innovációval. Ön szerint Gyáváros számára mi lenne a következő minőségi ugrás, ahova még a következő belátható időszakban el lehetne jutni? Valóban egy kicsit irigy vagyok a mai közéleti szereplőkre, politikus kollégákra, abból a szempontból, hogy 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt nekünk mindig mennyiségi problémáink voltak. Ahogy mondtam a köszöntő beszédemben, akkor mindig óvodai férőhelyeket kellett teremteni, új iskolai osztálytermeket, amikor nem volt egészséges ivóvíz, arról kellett gondoskodni a településnek a közúthálózatáról, és ma pedig már van erő, energia arra, hogy miután mindez megvalósult, valóban minőségre fektessük a hangsúlyt, és nem arra, hogy mennyiség hogyan fejlődjön ez a város, hanem hogy hogyan legyen élhetőbb és komfortosabb. Én azt gondolom, hogy ez, amit kitűzött most a városvezetés, az innovatív, az alkotó kertváros, egy élhető, jó minőségű kertváros, ez kifejezetten egy jó cél, és valóban a minőség irányába hat. Ha ezt valami hétköznapi dologra kellene lefordítani, hogy mi az, ami lehet egy nagy ugrás a gyáriak életében, az azt gondolom, itt a főváros közelségében, élvezve annak előnyeit, viselve hátrányait, de miután mégiscsak a legtöbb ember Budapesten dolgozik, oda jár iskolába, középiskolába, felsőoktatásba, egy a jelenleginél talán még hatékonyabb tömegközlekedés, amivel el lehet jutni a belvárosba. Gondolok például itt a Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalnak egy felújítására, amivel akár 20 perces időközönként fél óra alatt elérhető a belváros. Azt gondolom, ez lenne egy következő nagy minőségi lépés az itt élők életében. Az ünnepségen a virtuózok adtak rendkívül színvonalas ünnepi koncertet.